a mostani játékunk nagy kedvenc lesz azoknak, akik élvezték, anno, amikor a Tarkovba rendeztem az inventorit. Volt, amikor az inventori rendezés több időt vitt el, mint egy meccs a Tarkovban. Erről egyébként nagyon sok jót hallottam. Május elején ért véget a Kickstarteres kampánya, és elég durván megtámogatták a projektet. Miről szól? Inventorit kell rendezni. A többit fedezzétek fel ti. Vagy most mi együtt. A játékot egyébként az Itch.io-s oldalán játszom, a megjelenés pedig jövő év április 3-ára datálják. 2023. április 3-a. Egész konkrét dátumot kaptunk. Üdvözölnek minket a Dungeon-ben! You have returned. Bizony, bizony, FX a régi szép tarkós idők. Wow, pocó, köszi szépen az 56 hónap támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Mizu. És köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Úgy néz ki, hogy sikerült rendezned a feliratkozásaidat. Csak a mágikus hátizsákunk áll rendelkezésre itt a Dungeon-ben. Nagyon kevesen élik itt túl. Ott egy ládikó. Kinyitjuk. Aha, lehet forgatni az itemeket. Emlékeztek a Tarkovra, ugye? Aha. Tehát van egy kardunk. 7-et sebez. És ez egy pajzs. Ezt valahol be lehet rakni? Kard és a pajzs együtt, ahogy látom. Ez pedig két júzós, energis kaja. Jó, szerintem megtanultok a játékot. Várjátok, ezt most el kell rakni? Akkor elraktam. Jó, én elraktam, srácok. Click me. Stat. Három fajta itemet láttunk eddig, és el tudjuk menteni. Üres szobába kell lenni. A kis karakterünk közben a táskájába turkál. Na, akkor jó csillelést, hogyha most ért el az a pocó. Na, hát rögtön a high quality-val szeretnék játszani. És itt egy werewolf, mármint egy red wolf. Ha legyőzzük, akkor kapunk 6 XP-t. Ha harcba vagyunk, akkor rá kell klikkelni az itemre, amit akarunk használni. És csak akkor jutunk tovább, hogyha mindenkit legyőztünk. Van. Hét blokkot kaptunk, meg támadtunk. Nem tudom, hogy ha elfogyott az energim, valószínűleg ott volt az energy jelzése, ott. De arról lemaradtam. Át kell rendezni, hogy be tudjam gyűjteni a brikket. Hát, az helyzet, ezt nem tudjuk begyűjteni, mert hogy nem fér el. Aha, ott az energy, nagyon jó. Ajaj, megsebzett minket. Ajs. Szúr. 4 HP. 12 shieldje van, ez viszont problémás. Le tudjuk szúrni? Nagyon jó. You win, és 1 HP-t buktunk. 4 space-t tudunk kérni magunknak. Aha.
értem. Szintlépéssel nő az inventorink. Jézusom, három item közül lehet választani. Bov Warm Drink. Ha megisszuk, akkor egy üres kupánk lesz. Minden egyes üres területér, ami jobbra tőle van, plusz 2 damage-et kap a nyíl. Öt max HP, tehát 5-öt ad a max HP-hoz. Ez pedig... Ez a shield, ez ugyanolyan. 3 gold. A goldot el tudjuk költeni kereskedőnél. A debuff potion pedig slowot, weak-et ad az enemy-nek. Nem tudom amúgy. Egy helyet foglal, nagyon jó. Hát lehet forgatni, ugye? Az, igen. Viszont ezt akarjuk forgatni. Jó. Hát, ja, azt hittem, hogy ez így jó lesz, de nem lett jó. A forgatást még annyira nem értem. Mindjárt megértem. Jó. Hogy így hogy kéne jól csinálni. Kell a hely. Nagyon jól átrendezgettük itt a dolgokat, de kell a hely. Mehetünk tovább. A végén van a sajt. Első floor, 1 XP. Mehetünk tovább. Slime, és ott pedig a merchant. Először shieldelünk. Crossbow. A crossbow csak úgy használjál, hogyha jobbra tőle van. Ó, a francba. És ilyenkor át se tudjuk rendezni az inventory-t. Francba! Pedig milyen jó lett volna, nem? 10 HP-t ad ez a cucc. Shield, csap, csap. És HP-regent nyom egyébként a slime. Shield, csap, csap. És plusz 3 XP. Shield, csap, csap. Csap, csap. Na-na. Shield, csap, csap. Azt mondja, hogy bard. Ha, micsoda butykos. 4 júzos butykos. Short arrow. Oh. És ez mi? Mana stone. Értem. Oda is lehet tenni? Azt hittem. De akkor ezt át kell rendeznünk. És így most már látjuk, hogy ezt fogja használni. Ja. Lehet ezt stackelni? Nem lehet stackelni. És hogyha ezeket odahúzom... Ez micsoda? 2-t damage-el a sheave. Composite bow. Jó van. Merchant. El tudjuk adni a cuccokat. Shield nagyon sok helyet foglal egyébként. Luck, és ez most le van árazva.
rózsa. Négy regen. Ez a citrin, ez jó, mert buffolná az alatta levő fegyvert. Hát ez elgondolkodtató, hogy ezt így használjuk. Ezt nem tudjuk eladni? Micsoda? Jó, mindegy. Trading is fun, azt mondja. Hogy lehet eladni vajon? Úgy néz ki, hogy ez neki nem kell. Akkor kihúzzuk ide. És ezt el lehet adni? Nem igazán értem, hogy hogy lehet eladni a dolgokat. Lehet, hogy csak vásárolni lehet. Mindenesetre kidobjuk. Ah, értem. Tehát akkor... 12-be kerül? Ez eddig is 12-be került? Úgy adjuk el egyébként, hogy kihúzzuk a cuccokat. Jó, hát akkor kihúzom a cuccokat, és akkor megyünk innen. Jolóba. Szerzünk pénztet. Ajaj, ezek lehet, hogy inasba raknak minket. Amúgy lehet, hogy kettő shield kérem. Ja. Igen. Ezt elszúrtam, sorry. Simán megtehetjük ezt. Hiszen 5 shieldet rak magára. 1, 2, há. Ő inkább elment. Tudunk level up-olni, és kérhetünk még 4 helyet. Jó. 8 shield. És ez mennyi helyet foglal? 7-8. Hát ez sokkal jobb. Sőt, el is tudjuk forgatni. Ezt oda tudjuk kérni. Fish Sword legendás. Wow. Ha van hala közelébe, akkor plusz 2-t kap a damage-re. A Fish Sword. Az a gond, hogy nincs hala közelébe. Ezt el kell hozni. Már csak eladni is például. Undorító kaja. Cleansing bomb. Üres kupa. Hát amúgy el kell hozni mindent. Nem tudunk többet elhozni. Aha. Hát, mit tudom én, legyen ez, tesek. Ó, és a merchantot már nem tudjuk meglátogatni. Ó. Egy goldért 5-öt kapunk a max HP-nkra. Lopni is tudunk coint. 10 goldér, tehát hogy 10 goldot tudunk lopni, vagy elkezdedik egy csata. Ez mi? Ez mi? Nem egy goldba kerül? Azt mondja, nincs elég goldunk, de hát nem egy van odaírva. Ez mennyi lehet akkor? Pedig nekem ez egynek tűnik. Hát akkor ott hagyunk. Ott hagyjuk. Tehát, hogy nincs. Azt hittem, hogy van egy coinom. Ó.
Jöhetsz. Nem spinnerünk többet, bocsi. 7 damage, és poison-t rak. Wow, ez a Needler, ez jónak tűnik. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Miért Midron? Köszi szépen, hogy a Prime-odat átalakította a T1-re. Ez is megér egy Swag Spam-et, srácok. Köszi szépen a támogatásodat. Oda kell egy kulcs. Mögötte pedig egy értékes chest van. Na tehát azt tanultuk, hogy shield, needler. És lezárjuk. Shield. Ott, hát ott a másik shieldunk, Jézus a Meander, hát mire figyelsz? Shield. Szurkálás. Ott van rajta 4 poison. Izus Mirmidron, hogy haladtál a Graveyard Keeperbe? 5 poison van rajta. Jó, ez a poison, ez nagyon jó lesz. Ha te azt elmondál, mondja nyugodtan. Ő elmegy, mi? Igen, ő inkább elment. Oké, okay, steak. Energiát ad nekünk. Mágikus herbál. Ezek explosive arrow. Debuff potion. Elhozzuk a steak-et. Most kezdtem bele a nagy üzembi zombi tenyésztésben? Nice, milyen zombikat csinálsz? Shield, poison. Jó, most azt próbáljuk ki, hogy shield, kaja. Oh. Oh, nagyon jó. Shield. Steak. Sorry. Meg kéne nézni, milyen, hogyha először a hátsót ütöm meg. Plusz egy blokk minden egyes space-ér, ami fölötte van. Gondolom, akkor üresnek kell lennie? Jézusom, ez nagyon sok helyet foglal. Kis kulcs, az kell amúgy. HP use-kor. 10 HP. Ja, ezt kikukázzuk. Tökéletes. Plusz 5 healing. Na, menjünk oda a kulcshoz. Kinyitottuk, szuper. Aha. Először megöljük a zenemit, hogy el tudjam használni a potion-t. Jó. Shield.
szórás. Shield, shield, szórás. Eddig csak egy hét fehér koponya, egy piros kopi búsztoltak voltak. Ó, lesz az még jobb is. Lesz az még jobb is. Jó. Felrakta magára a shieldet, én is felrakom, és eszünk is egyet. És akkor mehet a szurkálás. 11-et csapott ránk. Én megteszem rá a poison-t. Ez a poison-os vegyó, ez nagyon jó. Shield, shield, szórás. Ó, hát ő hogy csapott rá mekkorát? Most már meg fog halni. Azt mondja, három helyet tudunk választani. Oké, akkor legyen ez. Plusz egy blokk a Night Shield-el. Iron Helmet. Ami jobbra van, az minusz egy blokkot ad. Minden egyes körbe kettő blokk. Megnézzük, hogy ez így milyen. Jól van, szérakarcoló. Jó szórakozás. Köszi szépen, hogy itt voltál. Szia, szia. Damage, 12 damage az összes ellenségre. Wow. Ez már mosom, mint a tarkó? Nézd meg, gonoszkodik itt. Az üres kupát el lehet dobni? Elvileg ez is itt fett. Aha. És ez most így nálunk van? Vagy most ez így mi? 4 mana. Értem. Brick wall. Tessék. Nem tudom. Gondolom most így meg vagyunk. Oda is kulcs kell, ott pedig vége lesz a szintnek, ott pedig már csantó van. Na mutasd, mit van. Én eladom ezt, meg ezt. A legendásért 8-at ad. Jugi, ezt nem adom el. 5-ért vennéd meg? Aha. 1, 12. És Spiked Helmetet árul. Cauldron. Potion tud csinálni. Mész 16-os damage. Slowol és weakel az elemén. Sorry, srácok. Nem tudom, ezt a coint, ezt most ide kell tenni, így? Lehet, hogy ezért nem volt eddig pénzem? Nem tudom. A kripta. Mi lenne jó tőlem, mert tőle nekem? Egy kis kaja? Úgyhogy adott nekünk kaját.
nagyon ritka herbált adott nekünk. Köszi szépen a herbált, tes. Ah, ez komoly. Nincs még energiánk. Ó, a franc vinnél, srácok, hát ezt nem olvastuk. Hogy mi? Kaptunk egy olyan fegyvert, amivel all damage-et lehet nyomni, és ezt hogy tudom használni? Azt mondja, helyezzem át a cuccokat, hogy ezt így meg tudjuk szerezni. Jó, de és hogy? De hát van hely neki. Mert nem teszi el. Mit tett, hogy ez így el fog férni, nem? Most akkor nem. Hogy rá kellett volna erre nyomni? Három energiába kerül. Ó, értem. A reorganizer kellett volna nyomni, hogy meglegyen ez az item. Shit! Jó, hát... Oké. Okay. Úgy a herbált el kéne nyomni valamelyik körbe. Lehet kettő szélet? Lehet amúgy lovacska. Ő meghal. Azt beleütöttük a shieldbe, de nem baj. Meg lehet scratchelni az enemit. Shieldbe nem akarunk belecsapni. Most a másik jön. Most ő jön. Jó, rá még rácsapunk egyet, és akkor majd most jöhet a herbán. Azt a rohadt milyeneket csap. Könnyen lehet, hogy elvérzünk most. Ne, hát így meg pláne. Oké, előről lehet kezdeni, de sajnos üres táskával. Mert jól megölettem magam. Véletlen rányomtam, hogy legyen vége. Oh shit. Semmi gond. Most már tapasztalt játékosok vagyunk. Megesszük a kaját. Csak hogy agyon csapjuk gyorsan a zenemit, és legyen hely mindennek is. Asta. This item is heavy. 8-as dam. 8 slow minden enemire. Egy slow. Heavy blade-ből lehetne még egy, ott egy hal. Minden egyes turnben 2 spike magunkra, és 1 blokk. Jó. Nem tudunk több mindent elvenni. De mana stone például lehetne. Ez egy resource a mágikus itemeknek. Lehet, hogy azt kéne hozni. Ez az első szint, ez elég gyors volt. Az előbb is az első szint az ilyen egyszerű volt, srácok? Én nem figyeltem, hogy őszinte legyek.
szintezni kéne, hogy a chestet jól ki tudjuk használni. Ott van rajtunk, Spike. Egy pajzs. Még egy pajzs. Heavy Blade. Amúgy a hátsót kell csapni. ATXP-t kapunk azért, hogyha legyőzzük őt. Jó, hát akkor rá kell menni. Poison-os jobban tetszett. Poison-os build. Megöli magát, minél tovább tart amúgy a mérkőzés, annál többet sebzünk rájuk. Akkor lehet ilyet csinálni, hogy fölteszem magamra, ezt megölik magukat? Lehet. Csak támadnia kell. Édes jó Istenem. Jó, támadj meg! Támadj, ha mersz! Jó, azt hiszem rájöttem, srácok, hogy kell játszani ezt a játékot. Jó, ez súnya volt. Ez súnya volt. Valljuk be, srácok, ez súnya volt. Small key. Hozunk? ez így működhet szerintetek? Három sapkával? Ez így jó lehet? Vajon? Úristen! Működik. Az a durva, hogy működik. Már tízeket kapnak. Jézusom! Az igazi torn build. Jó, csapjad meg magad szépen, gyorsan. Nem is kell nekünk fegyvere. Na. Clothing armor. Max HP. Uh-huh. Herbál. A herbál elhasználható, és nem kapunk belőle semmit. Ez több helyet foglal? Hetet ad, az is hetet ad, ez talán kevesebb helyet foglal. Minusz egy blokk, hogyha jobbra van tőle egy helmet. Jó, így most nem hat... Tehát amikor azt mondja, hogy when a space above this, akkor az azt jelenti, hogyha alatta van valami, nem? Akkor így jó. Jobbra tőle pedig nem lehet shield, mert azért minusz egy jár. Itt pedig plusz egy blokkot kapunk, mert armor van fölöttünk. Oké. Okay. Mert azt írja, hogyha... Igen. De ha jól értem, akkor az utolsó sor akkor érvényesül,
Hogyha üres hely van alatta, jó. Meg hát nem is világít, úgyhogy tényleg jók vagyunk. Aha, a fegyver van a közelében, úgyhogy nem teljesít olyan jól. Úgyhogy ezért azt csináljuk, hogy ezt ide tesszük. És így már is jól fog teljesíteni. És még egy itemet el tudunk hozni. Hát ezeket meg kukázzuk, ezeket a gagyi cuccokat. Piros bárd, piros bárd. Armor, shield. Armor. Jó. Nagyon jó. Hát ez... pont nem találtam el. Shit. És ez azért volt jó, mert lehetne armorunk. Hát az a gond, hogy kitaláltuk, de nem fog elférni. Ez a cleaver amúgy meg jó cucc. Philosopher Stone legendás item. Minden egyes körbe csak egyszer lehet használni. Ha elhasználjuk, ad nekünk nulla energiát. És a konzumábilis cuccok el fognak pusztulni, amik a körülötte vannak. Illetve energiát ad. Plusz egyet a közelébe, a környezetébe levőkér. Nem tudom, én ezt a manasztont ezt így kukáznám, ezt a cleavert elhoznám, mert a jónak tűnik, tehát hogyha vannak cleaverek, a diagonális az nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de ti majd kisegítetek ebbe, hogy ez mégis hogy működik, mert hogy ez elvileg úgy működik, hogyha vagy fölötte, vagy alatta, vagy jobbra, vagy balra vannak tőle cleaverek, akkor azok is elhasználódnak. Ez pedig mindenféleképpen jó. Szerintem. Jó, menjünk tovább. A keresztbe, a diagonál? Köszi. Hát ott van chestünk. Kulcsunk meg nincsen. Rámennék a szörnyekre. Tehát... Na, várjunk! Valamelyik nem működik. Valószínűleg ezek nem működnek. Oké, rendeznünk kell majd akkor ezután. Shield, shield, shield. Meg vagyunk körzölve. Tehát a curse azt el kell rakni, mert különben rip. De hát nem tudjuk elrakni, úgyhogy kettő damot bevállalunk. Tehát a méhecske curse-zel. Ja, és a nearby weapon miatt ez nem fog jól damolni. Shit. A méhecskére rácsapunk. Slovot kapott.
lehetne 8 hésztünk. Ja, most van rajta a shield, most nem fog mi, tehát hogy oké, és akkor most elvég rácsapatok. Most meg pláne. 3 space-t tudunk kérni. Hát föntre szerintem mindenféleképp. És akkor valahogy így. Tehát akkor ez így jó lesz. Ezt itt megcseréljük. Valamelyik nem működik. Miért nem működhetett amúgy? Nem tudom, miért nem működhetett. Igen, azt meg oda kell tennünk. Van kulcsunk is. Broken Ring. 4 blokkot ad. This item is heavy. Plusz egy dam a... fegyvernek, ami ebbe, ami ebbe az ő oszlopába van. Igazából... hozzunk ilyeneket. Healer van ott az ajtó mögött. Kinyitjuk. Akkor tovább tudunk menni. Goldért, Goldért healer. Oké, okay. Max HP-t kértem, 5-öt. Itt van egy húsáng, illetve egy hatchet. Cleansing potion. És akkor megyünk még tovább. Na, hát most konkrétan egyik sem működött. Tehát most egyik helmet sem működik, tehát akkor nem értettem jól az elvet. Hogy ennek mégis hogyan kéne működnie. Nem vágom, srácok. Jézusom! A shield az legalább jól működik. Bár itt se ad plusz egyet, tehát hogy hetet ad összesen az armorhoz. És meg lettünk átkozva. Az a gond, hogy nem tudjuk felszedni, mert nincs helyünk. Úgyhogy benyeljük a sebzést. Reméljük, hogy nem átkoznak meg a kövében. Ajaj, hát ezek a slime-ok csak úgy szaporodnak. Aha, tehát a lila idézte az összeset. Az derült ki. Ez alszeg két helyet foglal. Na
Na nézzük csak. Hát hogyha van fölötte hely, akkor fölülre kéne rakni? Végül is lehet ilyet csinálni. És mondjuk úgy, vagy így. És lehetne még ezt ide fölülre is rakni. Még akkor is, hogyha mínusz egy blokkot kapunk ezért. Három use-os knife, ami el fog törni. 5 a max HP-hoz. Jó, jaj, az kint maradt. Az gond. Az a szuper cucc. Ja. Saved. Értékes cuccok. Na, most működik, igen. Tehát akkor jó, megnéztük, és így most már nincs fölötte space. Tehát ezeknek a sapkáknak mindenféleképpen fölül kell lennie, hogy működjön a spike. Jó. Tehát akkor nyomjuk. És várjuk, hogy agyonverje magát az enemy. Huszonegy spike van rajtam. Jó. És agyon is csapta magát 26-osda. Szintlépés. Azt mondja, hogy... Hát... Elkérjük ezt. Arra akarunk majd terjeszkedni. Ja, valami ilyesmi. Ennyi. Itt van egy elég nagy húsáng. Jó sok helyet foglal. Nulla energy bekerül a használatot, de az hogy lehet? Ja, mert megsebzem magam. Értem. Ha... Na várjunk. Ha siedenek, akkor megsebzem magam? Szerintetek. Ezt ki kell próbálni. Hát most kidobunk egy csomó mindent, csak a teszt kedvéért. Ó, értem, értem már, hogy hogy foglalja a helyet. Lehet olyat csinálni, hogy... Ja. Oké. Hát ennek most így nagy... Tehát, hogy ennek... igen, mínusz sebzése lesz, de az nem baj. A sív nullába kerül, tehát ez is például nagyon jó cucc. Kulcs is amúgy kéne, tehát akkor mi az, amit kint hagyjunk? 25 blokk. 1 energy. Kulcs. Státusz effekt körzölés. Poison magamra, poison enemire. Jó, szerintem ez így jó lesz. Na nézzük a fightot. Oh, wow. Wow. Shield, shield. Nézzük, tehát 34 HP. Na menj már, hát ez rohadt jó. Tehát, hogy a shieldemből veszi le a sebzést.
Azt nem tudom, hogy mennyi kell. 23, mennyit üt rám? 9-at. 1, 2, bunkos bot. Amúgy nem, tehát hogy nem kell. Tehát hogy bármennyire is ingyen van, nem jó. Istog. A néző, aki nem néz. Mizu istog, szevasz, szevasz. Na ez mi? Egybe kerül, damage és poison. Tehát a kés jó cuccnak tűnik. Ezt a halberdet kukázzuk el a fenének. Három józas, ezt is elhasználjuk. Bekapcsolom a marat? Ó, nem is azért mondtam. Na nézzük! Csalni fogunk itt, megmondom nektek. Így már nem is kell csalni. Jézusom, hát csalik! 10 vámpirizmus. Ez kaka. Az itt volt, nem? Igen. Tehát ez amúgy nem is kell nekem. Kaka. Megvan. Na, tehát legendás kard. Oké, azt hiszem, hogy most helyet kell csinálni. 5-5 sebez. És minden egyes spacer, ami fölötte van, 3 dam. Jézusom, very big. Very big. Ölésnél slow az enemire. Ja, hogy ez az enyém. És ez? De hát, hogy ezt el kell tennünk, srácok. Hát olyan nincs, hogy enélkül. És hogy? Ja, hogy a curse-t is kivettük. Bravo. Erre csak azt mondani, hogy bravo. Minek vettük? De hogy miért vett? Na jó, édes Istenem, mert kivettük a curse-t, mint a noobok. Na, tehát... Resident Evil, akkor... Na, azt nem vágom. Azt nem vágom, Isten. 4 regen magamra. Legendás kard. Jó, akkor ezt kidobjuk. Meg azt is, tessék. Ezzel az a gond, hogy nincs jól elrendezve. Ó, nem vágom, Resident Evil-ben vannak ilyen háti zsákok, skacok. Ez a rare fegyó is amúgy jó lenne. Tudjátok mit? Kukázzuk itt a hülyeségeket. 5 a max HP-hez, hagyjál már hülyeségeddel. Jó, józolós, nem kell. És akkor, oha, ha értem, tehát hogy azért mégiscsak valamennyire elférünk, akkor jött a gyűrűvíz. Jó. Köszi szépen, mi van itt a ládába? Click me. Számszerély. Aha. Aha. Jó. Megérte ide jönni. Nincs valahol valami shopos. Ja, már megint te? Sárgaság, easy. Ez valami körz lesz legalább? Ez a plusz 3 dam. Very big. Kaka nem kell. Jajjaj, még jó, hogy nem kakát szereztünk. Hagyjál már. Na ez mi? Wand, azt nézd. Rare, wand. Torna. Bónusz damage. 200%-os bónusz damage. Jó, megyünk innen. Nincs helyünk. Na, tehát. Nagyon szépen elnyomjuk itt a shieldet, és akkor kérek regent, ami nem tudom mit csinál, de regen 4 regen. Az nagyon jó, a 4 regen. Súgy. 29 HP. Subi, bup. 1, 2, lesújt a kardom. 5. Na várjál, azt mondta, hogyha van space fölöttem,
akkor plusz 3 adam. Akkor nincs space fölöttem. Tehát akkor üresnek kell lenni. Jó, hát akkor most már totál nem vágom, hogy mi van. Összült egyet, srácok. Megöljük, kapunk valamit? 0 XP-t, akkor az nem éri meg. Jaj, de jó, el kell rakni a curse-t. És akkor ez mi lesz? Poison self. Milyen kedves ez a játék. Majdnem megölte magát. Szevasz, Kiyoshi-sama. Sok volt a túl arra a héten istok, vagy hogyhogy? Jaj, de jó. Bekaptunk 6 sebzést. Réci, üss meg! Zsír. A biló azt jelenti, hogy alatta. Ja, nem tudok olvasni. Köszönöm szépen, mert azon meg öbó volt, és akkor azt hittem, hogy nagyon okos vagyok. Jogos, jogos, köszi szépen. Jó, úgy néz ki, hogy akkor ezt elnéztem. Köszi! Szellő, nagyon szépen köszönöm, rosszul értettem, ami oda volt írva. A regen az viszont kell. A vámpíros cuccot ki kéne próbálni. Meg amúgy itt van ilyen ingyen sív. Azt is lehetne nyomni. Hát nem tudom. A shield az kell nekünk. És azt mondom, hogy a Heavy Blade, attól most búcsúzzunk. Itt fő van, de csak simán nincs kedvem az egész. Az... Ja, értem, istom. Na jó, ezek a halak, ezek így kellenek nekünk. Shield, shield, shield. Jól, megdomolja magát. 3 energiába kerül egy small key. Nem, vállaljuk be. Jó. Amúgy a HP regent kellett volna kérni. Tehát elnyomjuk, és még mindig tudok ingyen szúrni egyet. Ezt nem szabad elfelejteni. Shield, 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 szór. Ingyen szór. Shield, 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 ingyen szúr és meghal. Nem halt meg. Shield, 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 ingyen szúr. Ja. Akkor igazából le is csaphattam volna. Azt mondja, hogy small key. Projectál is egy dart. 10 HP. Nagyon jó, ez most nem 10 HP lesz, hanem 20. Itt lehetne tovább menni, de oda meg kulcsot lehet tenni. És akkor itt lesz valami. Ládikó. HP, regen, HP, regen. Gem. Plusz 2 dam. Az oszlopba. Tehát, ha ezt itt most megfordítjuk, annak 4 sebzése lesz. Wow! Ingyen 4 sebzés. Very big. Very big, én azt mondom nektek, srácok. Na. Enemies here. Rude roaster. Jézusom. Morcosnak tűnik. Szerintem nem ütjük meg, mert azzal csak nő rajta a rage. De jól látom, hogy kettőket csap rám amúgy. Egy.
Hát, de hogy fogom beklémálni az itemet, hogyha... Nem tudom amúgy, így kidobjuk ezt. Szóval oda tesszük. És akkor oda tud jönni ez. Na nézzük. Jó, tehát most már 4 sapkám van. Negyvenes torn van rajtam, hogyha megcsapnak. Ez a torn build, ez valami beteg, srácok. Task. Ez mi? Konduktor. Connected weapons get 25% bonus damage. Ez mennyi helyet foglalán? A dagger akkor megy a kuká... Mondjuk nem a daggert kukázok, ne haragudjatok. Mondjuk. Mit tudom én? Tessék. All weapons get 500% bonus damage. Hogy micsoda? Csak egyet lehet elvenni tőle. Hűha. Ja, de a relic csak use-kor. Tehát use-kor meg eltörik. Akkor mindegy, jó az így. Szevasz, Gardrobe. Ja, hát akkor jó lesz ez így. Igen, igen, jó az így. Értem. A vége? Deep Cave! És van még tovább. Wolf. És van még tovább. Shield, shield, shield. Jó. Mystery is, mint egy pénztárca gyilkos játékot mutat a nézőinek azok legnagyobb örömére. Szevasz, Connor. 36 HP. El kell nyomni valamelyik hilt. Shield, 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 vége. Na-na, meg is halt. De hát, hogy így hogy fogom healelni magam? Nem, miért? Meg öngyilkolázták magukat, srácok. Hát ez nem szép dolog. Ez nagyon nem szép dolog. Megöngyilkolászák itt magukat. Ez micsoda? Mirror Shield hat a blokkhoz. 2 Spike, 2 Rage Remove az enemiről. Wow! Wow! Pogácsa, ugye? Azt nézem, hogy ezt ide kell áttenni, és akkor úgy még durvább lesz az armor. Aha. Sőt. A shieldünk így még durvább lesz, csak mondom. A daggert amúgy, na mindegy, tehát hogy az a gond, nem tudom megenni a kaját. Meg kell enni a kaját, utána rendezhetünk. 10 HP. Sör. Jó, több dolgot nem kérünk. Köszönöm szépen, meg vagyok. Ez mi? Merchant! Na, merchant. Menj, 8-at ad ezért? Small key. Mindkettő 6-ba kerül. Hát, figyelj. Mit adsz 22 goldért? Azt mondja, jó, Mirror Shield 8-at ér. Szevasz! Mirror Shield, szevasz!
Kérünk egy kulcsot a helyére. Csá. Na. Tehát, amit láthattok, az az, hogy három armort kaptunk kezdéskor. Három blokkot kapunk, és 8, azaz 8-as torn van rajtunk, tehát el tudom nyomni ezt háromszor, úgyhogy 24 lesz, és még utána rá tudunk vágni az ellenfélre, amit mindig elfelejtek, 5-öt. Ami valljuk be very big. Gyors összefoglalva a játék lényegéről? Dungeonbe vagyunk, megyünk lejjebb és lejjebb, enemiket kell legyőzni úgy, hogy inventory-t kell rendeznünk. Tehát nagyon fontos szerepe van itt az inventory rendezésnek, Tarkov játékosok előnyben. Nagyon röviden és nagyon tömören. Pixeles Tarkov, igen. Az itemek összeadónak vagy valami evolve? Nincs. Olyan van, hogy erre a kajára például hat az, ami keresztbe van, meg ami fölötte, meg alatta, meg balra, meg jobbra. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet mondani. Mi az adjacent, a mellette levő tárgyak, talán úgy. Tehát, hogy így itemek vannak egymásra hatással, de evolve nincsen. Shield, 24 shieldünk van, szórás bele az armorban, mi hülyeség volt. Na hát itt hármat sebeztek is rajtunk. Az ott mi rajta? Dodge, tehát ő dodge-olni is tud. Oké, tehát őt agyon kell vágnunk, hogyha tudjuk persze. Shield. Igen, dodge-olt. Jó, tehát nagyon durva torn damage nyomunk, azért vagyunk most ilyen mázlisták. All damage-es macséta. Egy fokhagyma az az előző játékban nagyon kellett volna. Az volt az előző játék neve, Istok Károly, lemaradtál róla, a hatalmas női mellek voltak benne. Beautiful Mystic Survival. De tudom, hogy téged a Sexy Mystic Survival jobban érdekelt, mert hogy az ott több a núda benne. Szia, Adria második! Igen, Tark volt, emlegettem, bizony. Halacska, plusz egy energia. Innen nekem nem kell semmi. Merchant. De nem akarok eladni semmit. Ezt eladjuk meg. Az micsoda? Wow! Rare fegyver. Minden szomszédos kulcsért plusz 2 damage. Wow. Ez amúgy elég cool. Bocsánat, így mennem kell hirtelen valami dolgomakkal. Nem tudom, milyen játékot töltött most le Vodafak, csak vele nézett, de már kiborított fel. Na, mit töltött le? Csak nem nálam látta, nálam rossz játékokat nem lát állítólag. Shield. Rügy. Mi? Körzölnek? Franc, 9 damot tud nyomni? A szemétje. Minden egyes körbe 2 HP-t remove-val tőlem. A szemétje. És ez mennyibe kerül? 1? De szemét! Ezért hílelek magamon. Jaj, ez már megint ilyen HP removoló.
Ja. Te körzölsz amúgy? Nem. Azt hittem. A Hunt Showdown az jó cucc. Nagyon jó cucc, what the fuck. Akkor már megértem, hogy miért borított ki. Miért borította Adrit ki. na menj már, még egy csapka. 6 regen rám. Gyere rám. Guardian Ring kéne amúgy. Szia, a Guardian Ringet akarom. Köszi, hello! Csak megcsináltad a tutoriát? Én akkor játszottam még a Hunt Showdown-nal, amikor még Early Access volt. De nagyon-nagyon élveztem. Nézném, a legjobb játszani biztos. Akkor olyan, mint a Tarkov. Könyvet lehet venni 8 goldért, adjad. Azt mondja, ez egy olyan könyv, hogy egy energybe kerül a használata, poison tesz mindenkire, meg magamra is. És ez a Necronomicon. Ja, hát ez lesz az első item, amit eladunk. Borzalmas. Már ne haragudj játékbe, tehát hogy ez borzalmas. Az mi? Ez micsoda? Ez egy denevér. És az ott mi ez a 26? Hílelődni fog minden nem kiblokkolt támadásból. Jézus! Na gyere, csap meg! Mi az az 5? 5 poison-t fog adni. Jézusom! Hát ez lehet, hogy halál. Szia, sorry. És tényleg rám rakta. Hát igen, most jól jönne az a poti. Mennyit fog ez sebezni? 4-et. Uff, akkor ezt el kell nyomni majd. Na. Tessék szépen megszúrni. Ó, jó, kövébe halni fog. Jaj, ne, nem szúrtam meg. Az a gond a HP-regen, inkább elnyomom a healt. De le is tudtam volna csapni. Ha Guardian Ring kéne nekünk. Aha. Haste és Weak magunkra. 12 dam mindenkire. Poison Arrow. Nagyon kicsi a hátizsákunk, srácok. Na, ezt már szeretem. Srácok, 10-es torn magunkon már rögtön. Ebből csak jól jöhetünk ki. Róla leszedjük a dodge-ot. Elnyomunk egy ilyen 12 dam mindenkire. Ja. Hát mely? Mennyi tudnak ez? Na, álljunk meg, erről nem volt szó. Hát ezek hogy tudnak ennyit csapni? Az a gond a kövében meg fog halni, tehát a hílem az így felesleges volt. 10-et fog damolni, és 2 poison-t rak a zenemire, tehát hal. Gond van, nem talált. Ő meg 5-öt fog damolni. Nincs egy fegyverünk, amivel agyonvágjuk.
Azt mondom, egy... Nem fogjuk, tehát hogy ez a fegyver nem fog többet sebezni, az a gond. Tehát hogy nincs több helyünk fölfele. Mondjuk, de... Hát hogy a fenében ne lehetne fölfele helyet csinálni neki? Már rájöttem. Lehet forgatni. Lehet forgatni. Hello, Ben! Szevasztok, srácok! Na, nézzük csak! Még egy! Még egy, nagyon jó, még egy, hát mi a fene? My first wand. Egy regen magunkra. Tehát... Minusz egy blokk a jobbra a levő... Aha. Értem. Ez gond, nyilván ez gond. Olyat lehet csinálni. Öbó nem lehet. Aha, tehát akkor... ha azt csináljuk... Itt egy kis rendezés. Tehát... Még egy kis rendezés. Ezt ide átrakjuk. Várjál, te ott léci, fordulj meg. Köszi. Úgy. Már is jó, mert nincs fölött a hely, tehát ezt így lehet csinálni. Rendben. Rendben. Tehát ezt pedig ide kell betenni. Na. Méghozzá úgy, hogy diagonálisan legyen mellette, igen. Oké, tehát akkor ide tesszük mellé, jó lesz? Jó. Szuper. A Necronomicon ott marad, az most nem érdekel minket. Na, ennek így most 9-es lesz a sebzése. Tehát alatta, space below, várjál, akkor most nem értem, tehát space below, azt mondta, hogy for each space below this. Jaj, akkor most elveszítettem, deals 20 damage, base 5, 3x position plusz 9, jó, nem vágom. Jó, akkor valószínűleg azért demolunk sokat, mert itt a konduktor, és itt van az emerald. De 20-at sebez amúgy, ez rohadt jó, mert nem értem, hogy hogy jött ki a plusz 3? Hol van plusz 3? Ez? Jó, arrébb rakjuk az emeráldot. 14. Hogy jön a 3? Tehát hol van biló 3? Ja, hogy úgy, ott az. De most is 3 van. Mindegy, akkor ezt nem értem. Próbáljuk megérteni ezt a játékot benne, próbálunk jókat alkotni vele. Több-kevesebb sikerrel. Jelenleg több-kevesebb sikerrel. Each turn ad 0 blokk. Elhozunk egy ilyen fegyvert.
Meg azt a téglát is jó lenne megérteni. Dam-dam-dam-dam! Mondd el, Connor. Na, a cleaverünk végre sebezhet így egyébként, ha ezt kitesszük. Mert hova kell tenni? A diagonnál, mit is mondtatok, az melyik? Átlós. Tehát, hogyha átlósan van vele egy cleaver, akkor ez jól fog működni. Tehát oda. Aha. Na, 8-as damot kap. 8-as damot kap, aha. Aha. Hát, nem tudom. Így most, hogy ezt látom, hogy hogy működik, inkább eladnám. 14 dam. 20 dam. Tehát akkor számít az előtte levő is. Na mindegy. Lefügtél a vampire-ral? Hát azt nyomatnám, hogyha lenne content. Azt nyomatnám, ha lenne content. Hal cleaver. Ott van még egy cleaver amúgy. Na, inkább elhozzuk a halat, csá. Megyünk tovább. Szia, Gonzui! Hát elvileg, még mindig nincs hír, hogy mikor jön a frissítés, úgyhogy lehet, hogy ez RIP. A RIP mai frissítés. Na nézzük! Oda kell majd kulcs. És van kulcsunk. Ő egy Living Shadow. Na várjunk. 1, 2, 3, 4, 5. Valamelyik shieldünk nem kapcsolt. Úgy néz ki, hogy mindenféleképpen az öbó az azt úgy érti, hogy fölötte. Tehát, hogy nem az e fölött levő dolog, az nem az. Jó, most már ezt értjük. Igen, elvileg ma fog jönni a content, igen. Alszik. Most már... Big Curse-t fog adni az inventorinkra. Tehát, hogyha curse-ol, akkor lehet csapni. Hát akkor rácsapunk. Na, addig, Rada. Köszi szépen a támogatásodat. Peregének a szövegek. Mi ennek a neve? Hát de mire... Tehát, hogy nem vágod a Twitch-et? Mert a Twitch az így kírja. Ott. Megtalálod. Backpack Hero. Vagy ezt eddig nem tudtad, hogy ilyeneket tud a Twitch? Mi újság, Tardigada? Köszi szépen a 45 hónap támogatást. Üdv újra itt köztünk. Big Curse, hát nem viccel, tényleg Big. De most ez így... Azt mondja, nem tehet... De miért nem tehetem oda? Big Curse, nem tudunk vele semmit se csinálni. 18-at fog támadni. Ja, ki is írja amúgy, hogy mit fog csinálni? Csácsok, én nem tudok olvasni. Mondjuk szerintem ez nem meglepő.
Curse, megint egy big curse, de jó. Amúgy most agyon kéne csapni. Miért nem csapkodtam? Na mindegy. Jó, bevállaljuk a sebzést. 17-et fog csapni. És... ezt össze tudjuk hozni így. Hát ez ciki, srácok. 25 XP. 6 rage to self. Az már nem tudom, mit csinálhat. Minden körben egy sebzés magamra. Cannot move a curse. Azt mit csináljak vele? Adjam el, vagy mi? Ez most már itt marad nálunk? Mit lehet csinálni szerintetek ezzel a curse-zel? Idegesítő, hogy itt van nálam. Na, Kang, szerintem akkor ma is tanultál két dolgot, hogy ez a Backpack Hero demo még jelenleg, illetve hogy a Twitch kimutatja a játék címét. Na és látod, hogy csillapodni a sok-sok melót? Tardigrada. Szia, Kasperius! A demóság, amiben manifestálódik? Ez egy nagyon jó kérdés, nem néztem utána. A Kickstarteren biztos leírják, hogy mibe kevesebb most jelenleg a játék. De nem vágom. Direkt van benyomva a csapat közvetítés, vagy csak bent marad? Bent marad, de már nincsen csapat közvetítés, mármint hogy így nem volt benne senki. Úgyhogy csak bent maradt. De kinyomtam. Na, egy újabb sapi. Minden egyes körben mínusz egy energia, ez egy varázsló sapka, hát nekünk nem kell. Attól függ, hogy hol maradtál benn. Bet. Na, hát itt lehet, hogy halunk. Ó, hát nem rendeztük át az inventory-t. Francban. Hát ő csapni fog, ő meg poison-al. Illetve tesz magára shield-et. Ez könnyen lehet, hogy halál lesz így. Szét fognak poisonon. Jézusom, 11 körös poison. Na hát ez meg pláne halál, mert hogy 23 plusz 21. Na, de amúgy ez jó volt. Ez egy nagyon jó try volt. Ez jó volt, nem skacok. Ez a spike-os helm, ez iszonyatosan tetszett. Benben maradt. Pajzs, csapás. Ja, de hát ott így egy pajzsolni fog. Igen, tehát, hogy igen, bocsánat. Hát, hogy sokkal jobb körkihasználásokat lehetne csinálni. Igen, én böngészőben nyomom most speciál konar. Jánter most így a harmadik körben már jobban ki fogja használni a lehetőségeket. Mert oda van írva, hogy ki mit fog csinálni. Remélem, hogy nyára, kb. Júliustól jobb lesz ez. Na, reméljük. Reméljük, Tardigrada. 10 HP, 5 Rage. De örülök, hogy még a vodra jut idő. A szórakozásra reméljük mindig jut idő.
7 damage, ez 8 damage, és még poisont is rak. Tehát akkor ezt hozzuk. Minden egyes törnel 5 blokkot ad. Az meg use-zal ad a hetet. Mennyi hely? A hasztarat mennyi helyet foglal? Hát király lenne egyébként. Na nézzük. Nézzük, ha így használ... Tehát ez... pillanat. Mondjuk esetleg így. Hoppá, bocsánat. Hát, hogy így. Egyszer lehet egy körbe használni, az a hátránya. Aha. Nem gáz. Nem gáz. Mondjuk gáz, de nézzük meg így, hogy milyen. Ja, nézzük meg így. Na, tehát ő most hetet fog csapni. És mi most csak egyszer fogunk tudni támadni, ő pedig körzölni fog a szemétje. Hát igen, most jobb lett volna, ha többször tudok csapni. Tizenhat sebzés. Jó. Egy kis sebzés be kellett volna vállalni. Ja, hogy ő inkább elmegy ilyenkor, hogyha meghal a méhecske. Na, az 8 blokk, az meg 7, az kukázzuk rögtön. Azt amennyi kulcsot kaptunk. Jó, szerintem ez így jó lesz. Kettő blokk minden egyes körrel. Ja, hogy ezt így meg kell venni, értem. Az jó. Akkor mindegy, akkor felejtsük el. Akkor viszlát. Mondjuk merchant volt, tehát erre figyelettem volna. Na és Connor, kiderült, hogy miben demo ez a demo? Jó, el fog menni? Látszólag nem. Ő healálni fog, ő megsebezni. Jut eszembe, epikusak lentek a LEGO szettek. Én most egy Mobile Suit Gundam szethez hasonlóan szerzek, mint amit Pisti is csináltatok csatornán, de Iron Man-esben. Olyan is van, ne szívas, Kasperius. Wow! Szia Zodiac, mi újság? Szavasz, szavasz. Megnéztem még, mit terveznek a játékban, és abból kb. Körvonalazódott, hogy miért demo. Hogy látom, a Kickstarter miatt készült, és még sok minden fog bekerülni. 20 ezer helyett 223 ezeret szedett össze, szóval minden meg fog valósulni. Ja, azt néztem én is, hogy nagyon durván túl teljesítettek a srácok, a támogatók. Az ott egy hatos sebzés. Ha belesebzünk, akkor meghal, ha nem, akkor poisonolni fog, úgyhogy sebzünk abban, mert a poison rajta még kitart, bár hírálni is fog, úgyhogy hát inkább lehet rá kéne csapni. Hatos sebzés.
igazából csapjunk rám. Vagy tegyük fel a poisont. Az a biztos. Már is adok rá jó volt, Kasperius. Parancsolj. Ha egy fegyver megöl egy enemit, 3 haste magunkra, vajon mit csinálhat a haste? Ez egy 20-as sebzés. Hát így most már csak 11. Nem is akart megtámadni minket, viszont mi nem tudunk rátámadni, szíves. 15-öt akar sebezni. Na most meg se akar minket sebezni, jó, viszont meg fog halni. Négyet tudunk választani. Lehet el kéne hozni a Wooden Swordot. Ideiglenesen. Vagy még egy daggert. Ingyen 6 sebzés egy dobással. Szia, Viktor! Ha véget ér a kombat, akkor lákot kapunk. Nézzük meg amúgy, hát ha ez valami hasznosat csinál. Ott egy healer, nem megyünk oda, mert hogy maxon vagyunk. Azt mondja, hogy ő 7-et fog támadni, tehát elnyomunk egy ilyet, egy sebzés. És még egy sebzés. Ó, nagyon jó, na ez a két daggeres build, ez így most már tetszik. És még rá is tudunk dobni egy korsót. Itt minden királyság Zodiac szerencsére, most így, mivel nincs Vampire Survivors patch, így várni kell sajnos. Az új contentre, és hát most már valószínűleg nem fogunk belekezdeni, hogyha meg is jön az új patch majd holnap. De legalább tudok nektek mutogatni indie játékokat. Ó, lejárt a 100 másodperc, sajnálom, Kasperius. De megvan a link szerencsére. Akit érdekel, Kasperius linkje, már is beteszem nektek. Ez az. Jó. Ez mi? Tasty fly, rare, rats don't eat flies. Értem. Hát ezt kukázzuk, és akkor itt egy energy tudunk szerezni. Mondjuk, kell a fenének, inkább legyen healünk. Hogy lehetne még több XP-t szerezni? Olyan kevés XP-nk van. Tizenegy sebzés mindenkire. Az komoly. Meg kéne helyet csinálni? Azt a 3 hely, 11, és mindenkire sebez. Ja, de manába kerül a használata. Hát, akkor viszlát. Na jó, azt hittem, hogy jó lesz. Semmi gond, Kasperius.
Irátszem még egy engedély? Persze. Permitáció, Casperius. Parancsolj. Hát jól néz ki, csak manába kerül. 8 goldér, max HP, 3 goldér, leszedi rólunk az átkokat. Értem. Pám, páram. Na. 3 slime. Ez annyit jelent, hogy 13 támadás. Ezt pont le tudjuk védeni. Úgyhogy mehet a szurkálás. Ő healelni fog, tehát akkor megszurkáljuk ott elől a fiúkat. Ó. Több fajta ilyen Iron Man-es is van. Wow. Kár, hogy erről csak ilyen képek vannak, úgy megnézném, hogy ez így hogy néz ki megépítve. Hat sebzés, ő healálni fog, egy agyonvág, másikat elkezdjük sebezni. Mondjuk az kellett volna, amelyik nem healál, de most már mindegy. Ez 14. Azt mondja 88-16. Hát ő remélhetőleg halni fog, igen, tehát ő halni fog. Ja, de előbb healált magán. Na, ez 13. És akkor ő healál magán, úgyhogy először inkább megcsapkodjuk. Van YouTube csatornája az oldalnak, és ha jól emlékszem, ott összerakják. Jó. 10-et fog healálni, healálne, de nem tud. Kaptunk amúgy mana stone-t. Azt mondja, hogy armorér 7. Ez jó volt amúgy múltkor a lovagnak a shieldje, csak hát még nem tartunk ott a játékba. Kivegyük? Nem akarom. Bár lehet megérni, de nem akarom. Tehát, hogy innen semmi. Most így vegyek ki lóherét, csak kiveszem. Bam, bam, ra, ba, 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 bam. Give a weapon, get archery kit. Na, ne arra, hogy nem érdekelsz. Archery requires time. Na. Itt 8-as sebzés fog jönni, úgyhogy megy a szurkálás. Egy szúrás, még egy szúrás. Vége. Csak nehogy mindhárom támadjon. This item is heavy. Minden egyes spacért, balra egy blokk. Amúgy. Amúgy. Ez jöhet. Nyilván most meg fognak minket csapkodni, mert nincs izém, de hát ez nem baj. Tessék, ott van. Rögtön 5 blokk. 5 blokk körönként? Wow! Wow. Ez elég király. Azt mondja, hogy 7-et fog sebezni, tehát lehet támadni többet is. Jó, itt most nem tudom, miért nem ment be annyi sebzés, semmi gond. El kell nyomni egy healt. Azt mondja, ez 14, tehát egyet elnyomunk, ő ott meghal valószínűleg. És akkor kérünk healt, egy 8-ast.
Jó, és akkor tudunk támadni még kettőt, tehát mondjuk oda. A poison így is applikálódik, hiába van rajta a shield. Hát ők most itt nagyon shieldeset játszanak, nyomják nyugodtan. Kéne nekünk még egy bökő. Tehát ez 18, kész, meg is vagyunk. A poison el fogja vinni szerintem a jobb oldalit, úgyhogy csak a bal oldalit nyomjuk. Ja, el is vitte. Hát ő most shieldelni akar. Az micsoda? Egy energy-t ad körönként. Crimson Energy. Amikor egy item két helyel odév van, akkor minusz egy energy. Ezt nem értem. Most így perpil. De itt a level up, szerencsére. És lassan meg lesz a következő level up-unk is. Nem tudom, melyik irányba nyissunk, de én most így ezeket raktam ki. Azt írja, hogy you win. Lehetne még egy shieldünk, de az felesleges. Egy bunkós botunk is lehetne. Nem tudom. Hát, vegyük ki a bunkós botot, mit szóltok. Kettőjét foglal, tudunk egy picit többet támadni. Meg kivesszünk egy halat. Szerencsényi Lego Steamre meg van Legónak Iron Man-es mozaik képe, azt rakom pistelyke, az is nagyon szép, de a szelen kifajt végére. Jó, hogy azt raktam, á. 31, 19, 9 a szetnek a száma, na nézzük. Aha, és azt mondod, hogyha ebből hármat veszel, összeépíteted egy nagy képé. Komolyan? Ja, látom. Wow. Egy picture, három option. Komolyan? Nem az, hogy három már lehet? Tehát, hogy egy képet, egy szetet három fajtává lehet megépíteni? Lehet, hogy csak félreértettem. Durván néz ki amúgy. Na, menjünk tovább. Kulcs és chest lesz mögöttem. Cipellő, kulcs, armor. 8 blokk és 1 slow magamra. Minden egyes körrel 8 blokkot fog adni. Stat. Aha, itt vannak ilyen statok. 8 blokk csábító, de inkább a tunika. Tehát, hogy innen most akkor elhozunk egy kulcsot. Azt mondja, hogy ott van slime. De jól érted, mind a három opciót ki tudod rakni ugyanabban a szedbe. Ah, uh-huh. Na, ő megkörzölni fog, de jó. Tehát ez 15 sebzés. Úgyhogy rá kell csapnunk sokat. Most sajnos ez fér bele. Minden egyes körrel levesz 2 HP-t. Ez itt 19 sebzés.
És még körzöl is? Milyen kedves. Jó, ez meg itt nagyon sok sebzés, tehát hogy ez így 28. És még jön egy körz. Hát akkor ezt agyon kell csapni. Nem így akartam, de így is jó. Jó, több körz nem lesz. Ez így 13. Ezt elnyomjuk, és akkor kérünk HP regent. És fölhíláltatjuk magunkat maxra. Ez a kör, ez iszonyatosan nagy szívás, 17, jó. Lenne 11, de nem lett, tehát hogy ezt benéztük. Jó, most meg 13-at akar ránk csapni, tehát egy shield, egy ütés, még egy ütés, és akkor elviszi a poison. Nem vitt el a... Ja, mert hogy 9-es heal van rajta, hoppá. Igazából most már így 16. Jó. Megkaptuk az XP-t. A lóhere. Egy Sable. Ó, tehát ő háromszor fog támadni, 13-19. És egy weak-et lehet rárakni, tehát a sebzései, tehát a weak az azt csinálja, hogy gyengébb lesz az elmi. A weak az különösen jó rá. 14. Ebből 12-t lehet csinálni, plusz shield-el. Nem mindegy, támadunk kettőt. De most már tudjuk, hogy a weak az mit csinál. Jó. 16. Poison. Tizennégy. És meg is hal. Ó, nem nyomtuk el a herbát. Mondjuk, minek akarnám elnyomni? Na mindegy. Három space. Nem tudom, melyik irányba menjünk. Mondjuk ebbe az irányba. A kesztyű miatt. Na, még egy tör. Plusz még egy tör. Mi ez a Star Potion? Valami jó történhet, vagy valami szörnyű? Már is akarok egy ilyet. Olyan jó leírása volt, hogy rögtön akarok egy ilyet. Spin the wheel. Az első ingyen van, én azt a zöld kardot szeretném. Ez egy szappan lesz, vagy mi ez? Köszönöm szépen. Júzoláskor Cursed Creator. Bónusz damage. Egy adott kombatba. Adjál a hülyeségeddel? Nem akarunk Cursed. Még egy dagger, cleaver, és egy vámpíros axe. Poison magamra. Ó, hallja, hogy poison magamra. Hát, biztos nem. Hogy lehetne például több energy-m? Ezt például nem vágom, skacok. Egy nyuszi. Tizet fog sebezni, tehát 11 armorom van, lehet 3-at csapni egymás után. Most meg lehet szerezni egy blue flist.
Köszönöm. Tizenegyet fog megint csapni, még egy blue fish lehet szerezni, de agyon is fákatom. Yes. Angel Armor. Tehát a sapkánkért kapunk plusz egy blokkot. De nincsen. Illetve minden egyes körnél egy blokk és kettő hészt. Nincsen sapkánk, amúgy ez egy jó cucc. Merchant. Hát, eladjuk az egyik daggert. És azt mondja, hogy... What? Dueling Sword egyszer használható egy kombatba. 25-öt sebez. És hogyha sebzést kapunk, akkor újra lehet használni. És 20-ba kerül. Milyen jó, hogy... Milyen jó, hogy nem tudunk annyi pénzt összehozni. Mondjuk a herbát eladjuk. A regenes vizét is. Mit lehet még eladni? Hát túl sok mindent kell eladnunk, srácok. Nem éri meg, pedig amúgy ez jó lenne. Szuper lenne, de nem. Nem éri meg, srácok. Sorry. Jaj. Ez mi? Warrior Spellbook. Hát kár. Na azt mondja, hogy 13, 19, és ebből tudunk csinálni 15-öt. Igazából nem kell, mert hogy levédjük. Ez 12. Mondjuk rá is íthettem volna, az jobb lett volna. Na ez viszont durva, 21. Ez így. Na, Jézusom, 18, tehát hogy jó, és akkor még egyet rácsap. Mondjuk hát ez hatalmas számolások tőlem, igen. Lighting. Projektális cucc. Azt mondja, hogy 4 damage mindenkire, amikor elhasználjuk. Minden körben ez el lesz használva. Tehát minden körben 4 sebzés, ez nagyon jó. Aha. Ez is nagyon tetszik. Mit szóltak ahhoz, hogyha erre áldozunk valami helyet? Na nézzük. Komoly. Virágot kidobjuk. Az ingyen sebzés is például jól jönne. A Vík is számtalan alkalommal már jól jött. Ingyen sebzés kell.
A lákos gyűrű, az a helyzet, hogy kettő dolgot kéne kidobni, tehát akkor kidobjuk a másikat is. Jó, akkor valahogy így. Na nézzük! 8 damage szlovolás az elemékre. Hát az meg most kimaradt, vagy ne maradjon ki? Hát igen, kéne még több hely. Nem akarok árcsét, köszönöm szépen, nagyon rendes vagy. The Crypta Finál. Boss time, srácok, boss time. 14-et fog csapni? És már is megsebeztük egyébként. Egy csapás. Még egy csapás, ingyen. Amúgy el kell nyomni a kiat. Summonolni fog. Na ez így 26, az ciki. Adni fog XP-t? Nem ad XP-t, akkor kár is volt megtámadni. Még egyet fog summonolni? Valószínűleg igen. Ahogy a bimbója, fájdója meg ennek az oktatónak, itt várom, hogy 5-kor megyek vezetni, erre meg most hív, hogy nem jó. Na bakker. Hát sajnálom istok, hogy így alakult. Huszonöt, ez nagyon sok damage. Én sebzést nem is tudok megszámolni. Jövőre három alkalmat ígér cserébe. Hoppácska isten. Na jó. Őket még le kell győzni? Hát, akkor lehet, hogy halunk. Ezt nem tudtam. Jaj, de jó. El kellett volna olvasni, igaz? Egy itemet választhatunk. Minden fegyver kap egy damot. Minden fegyver kap mínusz egy regent, és mínusz egy spike-ot az összes enemire. Minden fegyver kap plusz 5 damot. Hát én ezt az ort kérem inkább. Pedig még az acskomat is felmostam. What? Micsoda isten? Nem akartam erre tudni. Ez túl sok információra sikeredett isten. Deep Cave. Jajjaj, és körz, de jó. De jó. 16 dam. Curse of Spike.
És meg ő fog körzölni. Ez meg 17 sebzés. Medium körz, 7 sebzés. De jó. Milyen jó, igaz srácok? Milyen jó? Az ott egy 20-as sebzés. Mondjuk elnyomattam volna a sebzés csökkentést. Miért nem kapom úgy ezt plusz egy sebzést vajon? Na hát, még 8 sebzés. Jó, meghalt szerencsére, level up. Azt mondja, hogy 3 hely. Vettem egy kör random missingen Nora, és eltörtem a játékot, nem látok ennemi, 18. perc óta képernyőn kívül halnak. Nice! Use esetén 2 damage-et nyom, kill esetén 2 goldot ad. Golden Shiv. Bandage. Ha a véget ér a csata, 3 HP-t ad. Wow. Jaj, de kár is tudom mi, hogy Lost Ark-oznod kell most. Jaj, de kár. Jaj, ő az, aki átkozni fog. 24-et sebez. Jó. És most jól, ja nem, poison-el. Ja, hát ez még jobb. Hát, hogyha poison-el, akkor jól meg lehet csapkodni. Csak gondolom tudok, hogy gyalog, hogy megy a kill counter-re, amúgy megszedi az XP-t. Az jó. Az jó is. Most meg kell majd ölnünk. Poison meg jól el fog minket mindjárt vinni. Tehát 20-as dam, 10-es armor. Aha, nem merek amúgy még egyet. Tehát hogy az úgy mi, tehát az olyan hílelős támadás. Mit tudom, amúgy tesztet, hogy most így is úgy is meg fogunk halni, legalább teszteljünk. Jaj, hát ebben meg pláne bele fog halni, na mindegy, édes istenem. Ohó, megjöttünk, megjöttünk. Én nincs valami heal. HP-regem van. Golden Shift kuka, kuka. Szevasz, szalvasz. Ez is van, de ez is a manába kerül a használata. Mert így ennek is. Érzem, hogy ez halál lesz, srácok. Mindjárt nyomja nekünk a poisont. Hogy mehet a bam-bam. Jó, ránk is rakta. 25-öt akar damolni. Jó. Szevasz, Akila. Egy új karakter, új map és új evo, egy arkana minimum jön, szóval maxon. Ja, meg egy elég király mechanika, ahogy láttam. Jó, most fixen meghal.
Eternal Staff, amúgy ezt is ki kéne próbálni, a varázsolgatást. Amúgy valami hír kéne, nem ez a drink. De nincs más ötlet. Kinyitjuk. Azt mondja, 10 HP Rage. Még egy shield. Na hát akkor ez kuka, azt megtartjuk ezt a falat. Mert fight. Tű, na jó. Hát ez nem normális, srácok, ami itt történik. Ez most így mennyi sebzés lesz? Sok, az biztos, hogy sok. Mondtam. Ez mondtam, hogy sok lesz. Shield, shield, shield. Négy, tehát plusz 4 damage támadásonként. Tényleg. Akkor én osra gondolok, aha. Hát rácsapunk egyet. Azt mondja, hogy ez így 16, 25. Na 11, ezt most már el fogjuk tudni intézni. Csak nincs HP-m. Nincs HP-m. Merchant. Merchanto. Na tehát ő 23-at akar sebezni. For poison. Na hát most ő is poison, azt mondja, hogy jó. Ebbe meghalunk. Igen, tehát a következő kört azt így nem éljük túl. Mindegy, mit csinálunk. Tehát ninja a kosztüm. Most ezt így miért mutatja? Tehát, hogy így valamit ezzel lehet csinálni. Na jól van, srácok. Legyen ennyi elég már ebből a játékból. 444 XP-t szereztünk, 547 itemet láttunk, 805 energiát kaptunk, és 605 energiát használtunk el. Majdnem 4000-et damoltunk, nagyon sok armort szedtünk és vesztettünk, ahogy HP-t is rengeteget vesztettünk. 65 ellenfél halt meg, 26 item pusztult el, 152-t hílelődtünk, és egyetlen egy darab itemet kreáltunk. Mint koncepció szerintem nagyon király ez a játék. Ránézünk a Kickstarteres oldalára, hát ha okosabbak leszünk, hogy mégis mi az, amit így akarnak hozni. Hát ha tudunk valami okosat mondani ezzel kapcsolatban. Nekem nagyon tetszik. Igen, gameplay, rendezgetünk, level up-olunk. Item atlas, instrumenták, igen, tehát egy enciklopédia az első dolog, amit így akartak a játékhoz. Az instrumenták, azok így a zenéket lehet gyűjteni. Kreatív mód. Csináld meg álmaid backpackjét. Következő gól egy új karakter. Satchel. Satchel egy királyi dúda. Ebben a backpackben van egy lyuk.
és ő nem rendezhet. Ez érdekes, hogy ő nem rendezhet. Amint, hogy nem, félreértettem. Érdekes lehet ezzel a lyukkal a közepében. Mindenféleképp. Esperius közben köszi szépen a támogatásodat, valamiért nem jeleztem. Aztán még egy új karakter, a Tote. Ennek a Totenak, hát ennek valami teljesen más. Ő valami Arcane Ability-kkel rendelkezik. És valami teljesen más lesz a zsákja. Sound Test. Vizualizációs, zenés minigémek lesznek a játékba. Aztán még egy új karakter, a CR8-as. Ő ilyen fémes hős. Switch port volt a következő gól, és az is megvalósult, tehát hogy lesz Switchre is a játék. Aztán még egy új karakter. Na, az ő táskája olyan, hogy engedi, hogy összekössünk itemeket egyé, és akkor unique effektjeik lesznek. Aztán a következő gól, hogy petek a táskába, bónuszokat adnak a kis petek. Mod support például, gondolom a Steam Workshop, meg ilyenek. Még egy újabb karakter. Holiday updates, tehát hogy Halloween-es itemek, téli fesztivál, summer beach party, tehát hogy ilyen szezonális eventek is lesznek majd a játékban. Még egy új karakter, még egy új karakter. Kommunitásos gólok, 30 000 ember már felrakta a wishlistjére. 750 Twitter követője lett, 5 fanart. Fanartok készültek Totéról, Szecsről, a CR8-asról. Több mint 4000 Discord felhasználójuk van, aztán igen, több mint 2000 is. 500 Twitter followjuk van, igen, nagyon jó. 5 fanart. 50 Kickstarteres megosztás, nagyon sok minden van itt. Aha. Jó, hát amúgy én, tehát hogy mint játék szerintem szimpatikus, de mint célok, én nekem ez így egy picit így kevés, mert mint hogy én még szívesen látnék többet, de hát nyilván úgyis fognak majd többet megosztani a játékkal kapcsolatban. Hát így demónak szerintem, amit most láttunk, az tökéletes volt. Én azt nem értem így most annyira, hogy lehet arra a szintre eljutni, hogy lazán lövöldözgetek az íjammal az enemikre, és nem azon izgulok, hogy úristen, mikor lesz helyem. Tehát, hogy itt, amit például mutatnak a Kickstarteren, hogy bőven van helye a srácnak, azt így akolgatja a gemeket, van kardja, meg ilyennek, az kettő ilyet lő ki. Hát olyan nem tudom, mikor lesz, mert jelenleg eléggé hardcore a játék a második pálya után. Sőt, igazából már az első pálya után. Az első pálya 3 részből áll, és a harmadik rész után, amikor a boss-t megöltük, utána már elég hardcore. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor lehet majd olyan jól haladni, de a demóban most én nem éreztem olyan könnyűnek ezt az egészet. De, mint játék, tényleg mondom, fantasztikus, és várom a megjelenését, ami jövőre lesz. Jövő áprilisban. Úgyhogy remélem, hogy ezzel is tudtam nektek egy
Remélem, hogy ezzel is tudtam nektek újat mutatni, meg egy izgalmas játékot. Ezt egyébként ti is ki tudjátok próbálni, én böngészőből nyomtam.